Négy évre meghosszabbította a KSC Szekszárd Gyokics Zsejko vezetőedző szerződését, akinek a céljai változatlanok. Továbbra is szeretné sikerre vinni a csapatot mind az Európa kupában, mind a Magyar kupában. Reméli, hogy lesz lehetőségük az Euróligában való bemutatkozásra is. További feladatként említette meg a fiatal tehetségek beépítését a csapatba. Szabó Gergő ügyvezető elnök eddigi sikereiket vette sorra. Elmondta, a világjárvány miatt félbeszakadt a szezon, mégis sikeres évet zártak, hiszen a csapat Magyar Kupa ezüstérmet szerzett, az Európa Kupában pedig egyedüli magyar együttesként bejutott az egyenes kieséses szakasz második körébe. Szabó Noémi, szakmai igazgató pedig a játékos keret kialakításáról beszélt, ahol az elsődleges cél a meglévő magyar mag megerősítése volt. A kosárlabda csapatot erősíti immár a leukémiából felépült Gereben Lívia is. Zele Dorina és Szabó Fanni pedig Szekszárdra igazolt. Erika Meggol a csapatnál maradt. Rajta kívül még három légiós sikerült szerződtetnie a csapatnak. Zala Friskovec érkezik majd a csatából, fiatal, nagyon tehetséges szlovén válogatott irányítóról van szó. Majas Korics fogja szállítani majd szerintem a rutint, ugye? Ő szerb válogatott, a Miskolcból érkezik, és Sasa Gori, amerikai centerünk, ő is az előző szezonta a Miskolcban játszotta, most pedig minket fog majd erősíteni. Szabó Noémi hozzátette, az elmúlt két hónap nem volt könnyű számukra, rengeteget dolgoztak a klub életben tartásáért. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, minden támogatást megadott eddig a város a csapat működéséhez. Ebben tervei szerint nem lesz változás. Együtt kezdtük el tulajdonképpen valahol azt a munkát, amelynek az egyik eredményénél vagyunk most jelenleg is, hogy van egy stabilan működő klub, ki vannak fizetve játékosok, van egy jövőkép. Ezt a jövőképet szeretnénk mi is megtámogatni a továbbiakban is. Az idei esztendőben még a vírus helyzet előtt a közülés döntött arra, hogy 40 millió forintot biztosít a kosárlabda klubnak. A csapat a Siókupán méreteti meg magát elsőként a szezonban szeptember végén, a magyar bajnokság pedig októberben indul a jelenlegi tervek szerint.